elfogadták az idei költségvetést. Gyermekvédelmi konferenciát tartottak 60-ban. Környezettudatossággal kapcsolatos programsorozat volt 60-ban. Köszöntöm nézőinket! Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. Elfogadták a város 2024-re szóló költségvetését. Idén nagy hangsúlyt fektetnek a városi utak és járdák felújítására. Horváth Richard szerint a város költségvetése egyensúlyban van, de továbbra is szigorú gazdálkodást vár el a városi cégek és intézmények vezetőitől. A februári képviselőtestület központi témája mindig a város éves költségvetése. Horváth Richard polgármester egy Mixát Kálmán idézettel tért rá a költségvetés napi rendjére. Mai politikai viszonyok mellett Hazánk ege felett tolyosuló felhőknek közepette ez a költségvetés rendben van. A polgármester részletesen beszélt a költségvetés összeállításának körülményeiről. Kiemelte, a korábbi években szigorú gazdálkodást vezettek be, ennek pedig érezhető az eredménye. Részletezte, komoly kihívásokkal kellett szembenézni a költségvetés összeállításakor. Az inflációt súlyosan megérezzük a boltokban is, ugyanígy van ez egy város életében is. Szó volt arról is, hogy a környező települések 60-nal ellentétben óriási hitellel rendelkeznek, így Gyöngyösen és Egerben ez az összeg meghaladja 400 millió forintot, Jászberényben pedig 1,5 milliárd forintot jelent. Horváth Richard az egyensúly költségvetésének nevezte az ideit. Az elmúlt években folyamatosan változó külső körülményekhez kellett alkalmazkodunk. Ez igaz most is, azonban olyan szélsőséges körülmények voltak itt a Covid-válság, a gazdasági válság, amelyet mind-mind külön-külön kellett kezelnünk, és ahhoz, hogy a hatvaniaknak nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége gyakorlatilag szinte változatlan maradjon, ehhez nagyon súlyos döntéseket kell hozni. Erről szólt a szigorú gazdálkodás, a biztonság költségvetése pedig arról szólt, hogy olyan helyzetekre is költségvetési forrást teremtettünk, felkészültünk, amelyek rendkívül szélsőséges helyzetek. Erről szólt a biztonság költségvetése. Ugyanakkor viszont a szigorú, megfontolt gazdálkodás meghozta az eredményét. És az, hogy ez az egyensúly költségvetése, ez pontosan azt jelenti, hogy azokat az értékeket, amelyeket együtt közösen a 60 akkor az elmúlt években lefektettünk, a 24-es évben is az összefogással meg tudjuk védeni. Nem csökkent a civilek támogatása, nem csökkent a sportegyesületek támogatása. Minden, amit a hatvoniak kaptak, minden, minden benne van a 24-es költségvetésben is. A testület megszavazta az idei költségvetést, így eldőlt az is, hogy újraindul az út és járda program a városban. Nemrégiben elkészült a Tártos utca, most pedig arról döntöttek a képviselők, hogy felújítják a Damjanics utca, a kastélykert utca és a Táncsicsmiáj utca egy részét hogy saját erőből a 24-es évben 1,3 milliárd forintot tud elkölteni a város önmagára, saját magára. És ennek, egy látványos eleme az út és járda program. Mi vagyunk az első városvezetés. A város történetében, akik bevezették az út és járda programot, és minden évben ütemezetten újítottunk föl utakat. És most ezt tudjuk folytatni, hiszen tavaly már elkészült egy útnak a felújítása, most pedig három útnak a felújításáról döntött a testület, és amennyiben egy az kapcsán még megérkeznek a különböző engedélyek, vízjogi engedélyek és sok minden más, akkor egy újabb utas beruházás is el fog indulni a városban. Az ülésen elhangzott, hogy a civilek, a kultúra és a fejlesztések mellett kiemelt figyelmet kapnak az óvodák is. Az önkormányzat egyébként nagyon sok helyre tesz plusz forrást olyan helyekre, amelyek egyébként állami feladat. Például az új hatvani posta nyitva tartását az önkormányzat fizeti. A különböző béremelésekben mi is, mi is részt veszünk. Ez most igaz a pedagógus béremelésre, hiszen alapjáraton 226 millió forinttal támogatjuk az idei évben az óvodákat. Ez arról szól, hogy az óvodák megfelelőképpen működjenek. Ugyanakkor viszont ahhoz, hogy a 32,2%-os béremelést minden óvodai dolgozó megkapja, ahhoz éves szinten még több mint 20 millió forintot tesz hozzá az önkormányzat. És ez ugyanígy igaz a kulturális intézményekre, hogy iszonyatos mennyiségű plusz forrást biztosítunk a működésükre, és ugyan, ugyanez igaz a szociális ellátunkra, a szociálgálatra, ahol szintén nagyon komoly pénzeket, tehát ott több száz millió forintról van szó, amit beleteszünk ahhoz, hogy ez megfelelőképpen működjön. 60 pályázik a top pluszra, ami azt jelenti, hogy összességében, mint kiemelt város, egy előre meghatározott forrást kaphat. 60 esetében ez konkrétan 1,4 milliárd forint, összesen 7 évre. A polgármester hangsúlyozta, hogy ehhez képest a város csak idén 1,6 milliárd forintot fizet be szolidaritási adócímen a központi költségvetésbe. Most kiírták ezeket a pályázatokat, mi minden pályázatra pályázunk, ezekről a pályázatokról valamikor a jövőben dönteni fognak a megyén, amikor döntenek, utána pedig költségvetési forrást kell mögéjük tenni. Ez nem csak azt jelenti, hogy a pályázati forrást kell oda tenni, amit ugye az 1,4 milliárd forint kapcsán biztosítottak hatvannak, hanem oda kell tenni a plusz forrást is, ugyanis a 21-es évhez képest majd, amikor 25-ben vagy 26-ban valamikor, nem tudjuk mikor megvalósulnak ezek a pályázatok, iszonyatos különbség lesz a két ár között. Tehát én arra számítok, hogy ezek a 100%-os finanszírozás helyett már lassan 50%-os finanszírozású pályázatok lesznek. És a plusz forrásokat meg kell teremteni, ahogy a megteremtettük most a 24-es költségvetésben is. Az ülésen szó volt továbbá arról is, hogy összesen csak nem 100 millió forint értékben támogatják a városi sportegyesületeket is. Az iskola kerülésről, a beilleszkedési zavarról és az egyre növekvő pszichiátriai betegségekről is szó esett a gyermekvédelmi és szociális szakmai tanácskozási idei eseményén. A konferenciát a 60-i térségben dolgozó gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára szervezték meg az Adi Endre könyvtárban. Az eseményen értékelték a 2023-as évet, valamint ismertették a jövőbeli feladatokat is. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai és résztvevői találkoztak egymással a 60-i Adi Endre könyvtárban. Az eseményt Semperger Katalin, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője nyitotta meg, majd Horváti Járt polgármester köszöntötte a résztvevőket. Mindezek után a múlt év értékelésével folytatódott a konferencia, mondta a 60-i Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Gulyás Bejáta kiemelte, az elemzést és a jövőbeli feladatok terveit a szociális ágazatban dolgozó munkatársak a jelzései alapján készítették el. Egy kérdőívet küldünk ki a jelzőrendszeri tagoknak, az előző évi tapasztalataikat, véleményeiket tudják itt leírni és elküldeni a részünkre, és ezekből az adatokból, véleményekből, tapasztalatokból, illetve a saját tapasztalatainkból összeállítjuk az előző évi ö, szociális és gyermekvédelmi szakmai munkát. Gulyás Bejáta hozzátette, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer célja, hogy a tagok feltárják a fiatalokat érintő problémákat, és jelezzék azt a család és gyermekjóléti szolgálat részére. A szakember azt is elmondta, hogy milyen negatív jelenségekkel és esetekkel találkoznak a legtöbbször a munkájuk során. Az egyik az igazolatlan iskolai hiányzás, ez az általános iskolás és középiskolás gyerekeket érinti. Nagyon gyakori a magatartás zavar, beilleszkedési zavar, ez szintén inkább az általános iskolás gyermekeket érinti. És a harmadik probléma pedig a pszichiátriai, a gyermek betegségeknek az egyre növekvő száma, az viszont minden korosztályt érint sajnos. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője kiemelte, hogy a jelzőszolgálat hatékony működését az is mutatja, hogy sajnálatos módon egyre több problémára derül fény. Befejeződött az Energiaklub és 60 város önkormányzatának közös projektje. Az egészségügy és a szociális ágazat munkatársai előadásokon vehettek részt, ahol a többi között megismerték az energiaszegénység fogalmát és a megelőzés lehetőségeit is. Az Energiaklub képviselője az óvodásoknak és a diákoknak is tartott programokat az energiatakarékosságról. Az önkormányzat tavaly tavasszal elnyert egy EU-s pályázatot, így lehetőség nyílt az Energia Klub szakpolitikai intézettel együttműködve egy szemléletformáló formáló előadássorozat megvalósítására 60-ban. A projekt célja a környezettudatosságra való nevelés és az energiaszegénység fogalmának megértése, illetve megelőzése volt. Az egészségügy és a szociális ágazat dolgozói részére is tartottak előadásokat. A fél éven át tartó programsorozat záró rendezvényét a gyermekvédelmi és szociális szakmai tanácskozáson szervezték meg. Olasz Krisztina, az Energia Klub projektmenedzsere elmondta, hogy a szociális jelzőrendszerben dolgozó munkatársak részére összesen három workshopot tartottak. Az elsőben még csak a definíciókkal, Európai Uniós szintű statisztikákkal, hazai statisztikákkal foglalkoztunk, a második workshopon a egyéni szinttel, tehát hogy egy adott háztartás hogyan csökkentheti a az energiafogyasztását, hogyan spórolhat az energiával, majd a harmadik workshopon pedig, pedig a települési szintet nézzük meg, hogy egy ön, önkormányzat és a helyi civil szervezetek mit tudnak tenni az ügy érdekében. Olasz Krisztina hozzátette, hogy a 60-i százszor szép óvodában és az ötös számú általános iskolában is szerveztek eseményeket, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhettek meg, a többi között a gazdaságos szellőztetés szabályaival is. A szakember kiemelte, nyáron energiatakarékossági szempontból inkább este vagy kora reggel nyissunk ablakot, amikor hűvösebb a levegő. Télen pedig pont fordítva, napközepén, amikor verőfényes napsütés van, akkor próbáljuk a meleget beengedni, és ezt mindenféle mozgásos, bábos feladatokkal csináltuk. A projektmenedzser azt is elmondta, hogy az Energia Klub és az önkormányzat folyamatosan nyújt be pályázatokat annak az érdekében, hogy az energia hatékonysággal kapcsolatos projektek a jövőben is folytatódhassanak. A 60 nap applikációjának felületén egy kvízjáték is elindult. Akik a kérdésekre helyesen válaszolnak, sorsoláson vesznek részt. A nyertes az Energia Klub által felajánlott nyereménycsomagot kap, amely időzítő kapcsolót, túláramvédelemmel ellátott elosztót, digitális fogyasztásmérőt és hőtükröt is tartalmaz. was Tavaszváró Batyus táncházat szerveznek a Grasalkovics művelődési házban február 23-án. A 19 órától kezdődő eseményen moldvai és tánccal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a talpalávalót a zenekar biztosítja. A mulatság pihenői közben pedig élő szavas mesemondás lesz hallható. Az esemény ingyenes, a programról bővebb tájékoztató a Grasalkovics művelődési ház Facebook oldalán található. Vasárnap délelőtt tartják a városi megemlékezést, ahol a kommunizmus áldozatai előtt tisztelegnek. Február 25-én 10 óra 30 perckor kezdődik a Szent Mise az újhatvani templomban. A misét Kecskés Attila atya celebrálja. Az eseményen beszédet mond Horváth Rihárt. Pénteken marad a felhős idő és több számíthatunk esőre. A déli szél többnyire élénk, helyenként erős lesz. A hajnal már fagymentes lesz, 5-11 fok várható. Pénteken marad a felhős idő és több felé számíthatunk esőre. A déli szél többnyire élénk, helyenként erős lesz. A hajnal már fagymentes lesz, 5-11 fok várható. Szombaton is sok felhő lesz felettünk, esőre is készülhetünk. A déli délnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 11-16 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a túlnyomóan felhős idő, hosszabb napos időszakok váltakozhatnak. Hajnalban párásság ködösé válhat több helyen a levegő, napközben pedig elszóltan alakulhat ki eső, zápor. Délután 11-17 fok valószínű. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink, most a Mesepercekben a Macskacicó című mesét hallgathatják meg a gyerekek. A kommentárban Smidné Vereb Julianna lesz a vendégünk, aki a karitatív összefogás eddigi munkájáról és a múlt heti akciójukról a Szeretett Szombatról beszél a stúdióban. A mai hatvanikumban Bukovics János a népmesékkel gyógyító abcimesen mondó életét ismerhetik meg. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Híreinket pedig megtalálják a 60 hírlap.hu weboldalon. A tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!